Több író és az igazságügyminisztérium államtitkára Monika Jankovska mobiltelefonját is lefoglalta a szlovák rendőrség a kúciák gyilkossággal összefüggésben. Augusztus közepén jelentek meg a szlovák sajtóban az oknyomozó újságíró és jegyese megölésének feltételezett megrendelője, Marian Kocsner vállalkozó és intézője, Alena Zsuzsová titkosított alkalmazáson keresztül váltott üzenetei. Ezekből az derült ki, hogy Kocsnernek a hatóságoktól és a politika élvonalából folyamatosan súgtak az ellene folyó nyomozásokról. A botrány még mélyebbre taszíthatja a kormányzó Smert és a koalíciós partner Híd Mostot, amelynek a vezetőjét Bugár Bélát szintén emlegeti Kocsner az üzeneteiben. Az oknyomozó újságíró és jegyese megölése nyomán már távoznia kellett a miniszterelnök Robert Ficónak. Kocsner nyilvánosságra került üzenetei érzékletesen mutatják meg, milyen szorosan együttműködött a szlovák állam az adócsalással és gyilkosságra felbújtással a gyanúsított vállalkozóval.